Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Körmendi Sportcsarnokból, ahol alig több mint egy perc múlva indul az Aegis Körmend VP Autó Jászberényi KFC mérkőzés a 22. fordulóban, az alapszakaszban. Ezúttal a körmendiek közül Lance Smith maradt ki. Kérdeztem Gáspár Potocsnikot, hogy miért ez a döntés született. Azt mondta, hogy egyrészt Lance Smith amúgy is nagyon-nagyon sokat játszik a mérkőzéseken. Másrészt mindenképpen szükség van arra, hogy Cole Dickersont egy kicsit játékba hozza a csapat, hiszen neki egy kicsit hiányzik a meccsek hangulata, a játék, nem is a hangulat, hanem a játék, tehát konkrétan a csapatban való tagság, a játékban való részvétel, ezért mindenképpen őt szeretnék fölhozni a körmendiek, úgyhogy őt mindenképpen beszerette volna rakni, így most Lance Smith kapott egy kis pihenőt. És akkor a hivatalos bejelentés után valóban jöjjön már a játék. Dr. Babati Zoltán kezében a labda, aki körmendi vállalkozó és komoly támogatója is a csapatnak, egyben a barátaitól kapta, közelmúltban volt névnapja alkalmából ezt a lehetőséget, hogy ő végzi el a labdafeldobást. Ferenc Csabi is mosolyogva megy oda gratulálni, kezet fogni Babati Zoltánt. Azt hiszem, hogy kevés olyan ember van Körmenden, aki ne ismerné, és megvan a labdafeldobás. És akkor valóban útjára indulhat a labda. Peti Kroma, és ő szerzi az első pontokat is a körmendben, még időm sem volt elsorolni a kezdőket. Ott van Cerjelen, Csorvási Milán, Ferenc Csaba, Lassan Kroma, Peris Peti. A másik oldalon Brian Williams, Brent Errington, Devon Sadler, akit ugye körmendről még ebből a szezonból ismerünk, Cseh György, a kapitány, és Andrea Bojic. Éppen ő indul meg a gyűrű felé, de nem jó a dobás. Peti, Stepán Tóth, a vendégcsapat mestere, őt is már régóta ismerhetjük a honi pontvadászatból, bajnokságból. Ellen fordul be, nem jó, Csorvási teheti föl újra, és Csorvási be is talál. Négy nulla tehát a körmennek. Sadler középtávolról, ő ismeri ezt a csarnokot, a gyűrűt, a palánkot, ki lesz a labda. Végül a Jászberényieké, és Bojic meg is szerzi az első vendégkosarat. Peti cselezget, beleáll a hármasba, Sadler nem bántja, rövid a tripla, és Sadleré a lepattanó. Egy tripla, ami nem jó. Errington engedte el, marad a 4-2. Aztán Kroma remek teljesítmény nyújt, mióta körmendre érkezett, és él a bizalommal, hogy most kezdő lehet, már 5 pontos ezzel a triplával, 7-2. Errington teszi tovább, Williams, aztán Sadler kapja. Bojic próbál szabadulni a védőtől, egyelőre nem sikerül. Sadler a labdával. Sadler nagyon messziről elvállalja, ez nem jó. De tehát a támadó idő kénytelen volt dobni. Kroma áll bele, ez sem jó.
Cseh György viszi el a lepattanót, ő is megfordult, ugye körmenden talán mondanom sem kell. Minton szépen vitte be, és be is dobja. 7-4, 2 és fél perc után. Peti. Erringtoni az első falt. Pála Zoltán, Török Robert és Boros Tamás a három játékvezető. Török Robert látta Erringtont szabálytalannak. Peti áll bele a hármasba, ez is kijön. A hétközi meccsen az első két triplája ült, most az első kettő nem megy be, bocsánat. Cseh kapja. Harrington. Bojicshoz bejut a labda, elviszi ellen a lepattanót. És Harrington beüti a második faltját. Már is cserélnek a vendégek. Érkezik Mándoki Tamás. Harrington helyére. Csorvási, nem jó. Sadler viszi el. Cseh, Bojics. Közép távolról engedi el és bedobja. 7-6-ra zárkózik a berény. Peti, Ferenc. Williams ment utána, Csorvási lép be remekül. 4 pontos Csorvási Milán, 9-6. Williams távolról nem jó, Peti viszi el a lepattanót. Ellen indulhat a másik gyűrű felé, aztán elcsúszik Terry ellen, eladja a labdát. Sadler beleáll 2 pontért, és ez sem megy be neki. Ellen, Peti, elég sok a rossz dobás eddig. Mindkét oldalon. Ott a falt. Toma játszott a hátra szorongatott helyzetből, Ferenc hármasra ül. Sadler. Az is mellé ment, nagyon bizonyítani akar, de egyelőre a dobások nem jók a részéről. Ferenc volt ott. A gyűrű közelében Ellen viszi végig, most már ezt végig csinálja, de elrontja. És Peti szerzi vissza a labdát, ott van Ellen. Kroma viszi végig, de már előtte ott volt a falt. Bákó Dickerson Terry Ellen helyére. Csorvási lépett volna be, megint de kiperdül a kezéből a labda. Sadler. Cseh távolról, ez is lejön. Peti, megszerzi? Igen. Kroma figyel. Egy újabb körmendi tripla. 15-6. 4 perc, 14 másodperc még a negyedből, vendégidőkérés. Na nézzük, tud-e valamit változtatni a berény? Sadler, Bojics igyekszik szabadulni Csorvásitól, de nem sikerül.
Cserékkel próbálkozik a Jászberény. Szigrus. Távolról ez sem jó. És beállt Görbeklics Alexa is. Peti tolja meg. Mándokinek is, ez már a második hibája lesz. És már az ötödik Berényi hiba, a Körmennek még nincs faltja. Peti dobhat. Köste. Ez is bent van. 17-6. Peti első pontjaival. 3-40 még a negyedből. Szedler teszi rossz helyre. Jöhet a Körmeny. Jön vissza Ellington, Szedler kap pihenőt. Ferenc cselezget. Kroma 2 pontért, és nem esik be. Ellington. Kroma piszkált oda, visszaszerzik a Berényiek, de most már Csorvási kezében a labda. Peti, Dickerson. Neki tehát meccs rutinra van szüksége, játszania kell. Szép labda Csorvásihoz, és másodszorra bent van. Hatnál tart már Csorvási, 19-6. Mándoki, jön vissza majd Williams is. Szép labda Bojicshoz, de rossz a dobás. Dickerson állt ott szabályosan, jól védekezett. Peti. Elviszi, kipasszolja Dickersonnak, 3 pontosra, nem jó. Kroma szerezte meg a lepattanót. Peti. Ez sem jó, és megint Kromáé a lepattanó. Ferenc. Az sem megy be. Csorvási. És ez bent van, 8 pontos Csorvási Milán. Egy távoli, ami most már ül, Mándoki. Huszonegy-6 is volt. Dickerson pozícióból nem megy be, de megint ott van Csorvási, aki már 10 pontos. Peti próbál labdát csenni, 23-9-nél, másfél perc sincs. Ez elzúg, és ez így a körmendé. Jön vissza Ellen, és beáll Sterling Gibbs. A másik oldalon is két csere, Cse is visszaáll, és Williams is. Gibbs irányít most. 1 perc, 8 másodperc, még 23-9-nél. Dickerson. Egy hiányzója van egyébként Stamenkovic személyében. A Berénynek ezt mindenképpen el kell mondani. Williams lódul meg. Ellington labdát veszít. Kroma lódul meg, ott van Gibbs vissza Kromához. És bent van a labda a gyűrűvel. Aztán Kroma 10 pontos, csak úgy, mint Csorvási. 25-9, 40 másodperc még. Williams, Ellington, Dickerson veszi át most az őrzését, Ellington bevállalja, nem jó, Ferencé a labda, 20 másodperc még, Gibbs, Ferenc, ellenlép be és zsákol egy hatalmasat, 27-9, 10 másodperc még, Ellington,
Gibbs nem tudja megelőzni az emberét, de aztán betakarja. Gurbaklicsot elengedi még, de már idő után, és nem is talált célba, 27-9, tehát 10 perc után. És akkor itt van a folytatás, játékban Bazsó Bruno a vendégeknél. Cseh. Ő már a 9. Berényi, ha jól számolom, aki játék lehetőséget kap. Bojics. Aztán kiharcol 2 dobást, 1 faltot, az első körmendi hibát. Bojics 5. pontját szerzi, 27-10. Németh Ákos is játékban a körmenben. A második büntető kimarad, Dickerson viszi el a büntetőt. Ferenc, 27-10, ellentávolról. Nem jó. És a lepattanó Bazsóé, aki szabadítja a labdát és indítja a Berényi akciót. 7 tripla kimaradt körmendi részről, 10-3 a körmendi mérleg. Mi lett volna, ha jobban céloznak távolról a hazaiak. De hát ez eddig így is elég komoly körmendi fölény. Williams 2 pontért nem jó. Ferenc viszi el végül. 1 perc telik el a második negyedből, 27-10. Gibbs, Németh. Ferenc érkezik. Williams néz vele farkas szemet, így nem tudta elemelni a hármast Ferenc Csaba. Terry Ellen rázza le magáról, Cseh Györgyöt, nem jó a dobás. Dickersoni a lepattanó, aztán eladja. Bazsó. 27-10 továbbra is. Cseh. Harrington. Vállalja el szorongatott helyzetből, Bojicsi a lepattanó. Ez nem jó, Németh Ákos védekezett jól, Gibbs kapja egy kicsit a háta mögé. De jöhet egy újabb körmendi támadás. Ellen Cseh György mellett igyekszik helyzetbe hozni saját magát. Örök forog, és megint nem jó a dobása. Bojics zsákolja be, 7 pontos. Hát Ellennek eddig nem megy. 6 dobásából mindössze 1 volt jó eddig. És így is 27-12. Gibbs. Németh Ákos. Dickerson. Ellen kapja megint. 7 másodperc. És ez sem jó. Williams. Egyelőre nincs körmendi pont ebben a negyedben. Van egy újabb személyi hiba. Ferenc Csaba kapja. Faltal együtt dobja Barrington. Szóval 7-14, és még egyet dobhat. Lassan Kromát küldi melegíteni, illetve cserét kérni Gáspár Potocsnik, és ott van Peris Petti is. Barrington 5 pontos, Németh Ákos le, Ferenc is le, és be Kroma, valamint Petti. Kroma visszaszerzi, és ő dobja be. 12 pontos Lassan Kroma, 29-15. Bazsó. Williams talál be. Első pontjait szerzi. 29-17.
Dickerson engedi el. Megint 3 pontért, ez sem jó. Ellingtoni a lepattanó. Rossz dobás, de pontosan Bojic kezében landolt a labda. Dickerson szerzi meg újra a lepattanó. Gibbs viszi tovább. Kroma kapja. És Cseh mellett teszi föl Hassan Kroma. 14-nél tart már. Alig több mint 10 perc alatt 14 pont Hassan Kromától. 31-17-es Williams távolról. És bent van a 3 pontos is. Visszaállt Csorvási Milán. Cole Dickersont váltja. Kroma. Ő megállíthatatlan. Hat pontos Lassan Kroma lassan a második negyed feléhez érünk. Devon Sadler újra játékban, ez sem jó. Petty, indul Gibbs. Megint nem volt egészen pontos a labda. És jön a taktikai falt, Petty kér elnézést, hogy nem jól adta. 33-20. Kroma dobhatja be. Kroma. Ez így nem jó. Cseh Gyuri viszi el a labdát. Ellington lepasszolja Bojicnak. Bojic zicsere után Gašper Potočnik kér időt. Na nézzük, 33-22-nél az első körmendi időkérés után Sterling Gibbs dob be egy 3 pontost. A negyediket 13 kísérletből. Williams, ő neki az előbb onnan bement, most nem. 36-22. Kroma középtávolról. 18 pontos már Lassan Kroma. Sadler. Bojic vissza Sadlerhez, ő el fogja dobni bizony. Előbb-utóbb betalál, Cseh Győrtől kapja vissza a labdát. Most még nem talált be Devon Sadler. Csorvási mutatta, hogy igen, ő faltolt. Errington dobja be a hármast most. 8-nál tart, és ez már a harmadik Jászberényi tripla. 38-25. Petty. Teltház ma is. Gibbs. Nem ízlett neki a kutyaszorító, amiben fogták a vendégvédők. Ellen távolról. Na, ő is betalál. A második kosarát. Egy kettes után egy tripla. 41-25. Sadler. Kettős csere lesz majd a vendégeknél. Durbaklics és Cibrus jön majd, amint lehet. Williams egy dobót sem, aztán elengedi, ez nem jó. Ellené a lepattanó. Petty, 3 perc még a fél időből. Csorvási. Csorvási középtávolról is hibátlanul. 12 pontos jöhet a vendégidőkérés.
megvoltak a cserék is. Cibrus dobta be Sadlernek, most ő irányítja a Jászberényieket. Cibrus, Harrington. Nem megy el Kroma mellett. Sadler vállalja el megint, és ez is kijön a gyűrűből. Nagyon nincs szerencséje. Gibbs viszi el a labdát. Csorvás Uzitszerben. És 20 közte, 45-25. Szép csel. És egy szép kosár, Böblaklics, Alexa. 2 perc még. Ütésére a falt, és Harrington helyett visszaáll Mandoki. Csorvási, 1 perc 53 másodperc, még Gibbs, rövid a tripla. És a vendége ki a lepattanó, Bojic lódul meg. Csorvási üti be most a taktikai faltot. Ez még belefért, ez a negyedik körmendi csapathiba ebben a negyedben. Rossz passz. Az úgy nem jó. Igen, szabálytalan a labdavezetés. Másfél perc még. Jön Ferenc Csaba. Sterling Gibbs megy le. Ellen, kint volt a sarka, bizony kilépett el jelen, hiába húzza be. Sadler, 45-27-nél 1 perc és 12 másodperc még. Sadler dobja, de nem talál. Ellen oszt ki egy hatalmas blokkot. Kroma húzta vissza, és a végén az övé a labda. És ő fejezi be, ez az ő kosara volt. 20 pontos lesz a Kroma. Bojic. Nem jó a kettes, hoppá. Az sem, és a javítás már igen. Cibrus szerzi első pontjait. 47-29. Kevesebb, mint fél perc. Peti. Ott a falt. Cibrus üti be. Ez a harmadik csapat hibája a Berénynek. Az első negyedben nagyon hamar összejött az öt. Most 3-nál állnak. Van még 18,8 másodperc. És még egy mezőny faltja van büntetők nélkül a Jászberénynek. Peti, Ferenc. Peti. 7 másodperc volt még a támadó időből, és a lepattanó a vendégeké. Aztán ott van Csorvási, megszerezheti. Peti, 3 másodperc, ellövi. Rövid. Ellen kezébe hódapattan, még lehetett volna kosár. 47-29, tehát az első félidő után innen folytatjuk majd.